Magyar hangok. Úri István, Karanc Karin, Kárpáti Tibor, Vas Gábor, Juhász Jácint, Juhász Tóth Frigyes, Koroknai Géza, Pap Ági. A szinkron az Intercom megbízásából a Szinkron stúdióban készült. Producer Csaba László. Magyar szöveg Szabó Helga, hangmérnök Hegede Béla, gyártásvezető Rácz Gabriella, szinkronrendező Somló Andrea. Fényképezte Francis Graham. Zenét szerezte Tom Chase és Steve Rucker. Rendezte Steve Carver. Rosszat álmodtál? Nem. Lenyeltem valamit. Haver. Mondta már neked valaki, hogy hülye vicceid vannak megbén. Igen, mondta. Igen, igen. Menjünk. Nem fognak idejönni. De idejönnek. Hogy tudsz a besúgóknak hinni? A kis Mori ezúttal mellé lőtt. Akkor nem ismered Morit. Az információi mindig 100%-ig megbízható. Igen, eddig. De én nem hiszem el ezt a fagylaltos kocsi mesét. Hé, Mili! Csokit kérsz, vagy vaníliát? Mi az? Csak óvintézkedés. Az szükség van óvintézkedésre. Miért nem kérünk erősítést? Oké, itt a vevő. Ideje erősítést kérnünk, nem? Nem. Miért nem? Biztosan tudnunk kell, hogy nem csak jégkrémet árulnak ezért. Hogyan el tudod képzelni, hogy a fickó egy ilyen limuzinnal azért jön egy elhagyatott raktárba, hogy jégkrémet vegyem? Figyelj, bajtárs. Lehet, hogy te golyóálló vagy, de én csak egyszerű ember. Semmi baj. Nincsenek előítéleteim. Tudok emberekkel is dolgozni. Kezdődik megint. Tegyék ide az árut! Látsz valamit? Mondta, hogy megint üzletel. Ennyit az átnevelési programunkról. Sarki, ebből bombát lehet kilőni. Igen. Igen, barátom. Ó, ez az. Ez kell nekem. Ó! A felébe. Mi az? Morinak igaza volt. Automata fegyvereket szállítanak ide. Orosz RPG, rakéta, nehéz fegyverzet. Most már kérünk erősítést. És kihagynánk a mulatságot. Mulatság? Igen.
A fenébe meg még komolyan mondom, azzal az RPG-vel keresztül lövik a nadrágodat, az enyémről nem is beszélve. Billy, hát ez a baj veled. Nem tudsz örülni a kihívásoknak. A fenébe meg Bén, most mit akarsz csinálni? Meg Bén, ne avatkozz bele! Megegyeztünk, már csak találni kell egy megfelelő embert, akit lelőhetünk. De barátom, nem tudja, hogy ez tiltja a törvényt. Ki a fene ez? A legrosszabb rémám a tökfej. Meg Bén! Igen! Meg Bén! Ezért mit kapsz? A fenébe is. Szemetek! Tűnjünk el innen! Tampos bele! Vigyázz a kapu! Oké. Jézusom, ne szól semmit! Mondtam, hogy kérjünk erősítést! Szerintem felrobbantottuk őket! Olyan pasas, nem tudsz felrobbantani, mint meg Bén! Igazán. A saját anyát se venné észre, hogy éppen elvérzel.
Mi újság, Billy? Semmi jó. Lemaradtam a Patti LaBelle koncertről. Kérhetném a szokásosat, Alice? A szokásos e-mail? Aha. Ó, igen, biztos, hogy jól vagyok. Persze, remekül vagyok. Biztos benne? Tartson ki, Frank. Oké, Johnny. Kösz. Buenos noches, el capitán. Ne szórakozzon meg, Bane. Meg kellett szakítanom a pókerjátszmát a rendőrfőnökkel. Igen. Pedig ezúttal nyerésre álltam. Fogja fel derűsen, uram. Győztesen szállt ki. Mi a fene történt ezúttal meg? Hát, amint látja, a gyanúsítottak felkeltették a gyanúmat. Mit csináltak? Hát először is védelmi fegyverekkel kereskedtek, másodszor mesterséges anyagokból készült fagylaltot árultak, harmadszor... Hajnali 3 óra van a fenébe is. Oké. Hadd találjam ki. A gyanúsítottak nem akartak együttműködni a letartóztatott tisztekkel. Semmi tiszteletet nem mutat. Hát ki kellett nyírni őket, igaz meg, Bane? Kinyírni vagy kinyíródni, ez itt a kérdés. Magának is benne kellett volna ülni. Hát még magának. Meg, Bane. Igen. Csak így kettőnk közt. Tetszik a stílusa. Esküszöm, nem értem, hogy csinálod. A pozitív gondolkodás ereje. Ennyi az egész. Mindent kipróbáltam azokon a patkányokon, de bármivel próbálkoztam méreggel, csapdákkal, a kis bestiák csak visszajöttek, így hát levágtam egy darab C4-et, rákötöttem egy rádiós detonátorra, bekentem mogyoróvajjal, hagy vigyék be a fészkükbe, azután bum! Ezzel végleg megoldottam a problémát. El is hiszem. Ó, rőrkörmester, a különleges alakulattól jelentést hoztam Braxtől, ahogy parancsolta, uram. Blackburn különleges ügynök, és biztosan ismeri Gallótábornok. Igen, uram. És ő lenne a legjobb, akit a különleges alakulat küldeni tud, Miles. Úgy látszik, tábornok tudja, mi a helyzet a hadsereggel. Rangidősség és a többi. Hát, fogjunk hozzá, őrmester. Igen, uram. Hadnagy? Üljön le, őrmester. Köszönöm, uram. Kezdjük el, uraim. Uraim, ha megnézik a 6 órás híreket, többet tudnak meg világhatalmi helyzetünkről, mint amennyit én mondhatnék. A lényeg az, hogy a veszély, ami fenyeget, igen közel van. Túl közel. Bizonyosságot szereztünk ellenséges erők jelenlétéről. A határtól 300 mérföldnyire déli. Helybéliek? Vegyes erők. Kubaiak, nikaraguaiak, arabok. Forradalmárok, őrmester. Akiket nem csak mexikói bevetésre képeznek ki, hanem a mexikóiak által lakott területekre is. Szerintem csak oda kell repülni, és szét kell lőni őket, uram. Ez nem ilyen egyszerű, őrmester. Nem, sokkal diszkrétebben kell eljárnunk. Úgy érti, irányzott rajtaütéssel? Igen, olyasmivel. Van egy új játékszerünk, az MBT-90-es mennykőcsapás. Ó, igen, hallottam róla. Biztos önök indították el a pletykákat, uram. Nem engedhetjük, hogy az ellenség kezébe jusson. Ha csak nem ez a szándékunk. Hello, hadnagy. Tracy, mit csinálsz itt? Rád várok. Tudni akarom, hogy jöttél be. Ó, detektívesdit játszottam, mint te. Igen?
amíg aludtál tegnap éjjel, fogtam a kulcsod, és viaszmásolatot csináltam. Ma csináltattam egy kulcsot, és ma éjjel rád várok. Nem tudod, hogy ez erőszakos behatolás? Igen, tiszt úr. Hát tartóztass le, bilincselj meg, hurcolj el, és kínozz meg lassan. Megadom magam. Elengedlek a figyelmeztetés után. Ezúttal. Oké. Hé! Csak várd ki. Úgy is fellebbezek. Jó. Mit csinálsz ott kint? Felfrissítem magam. Itt is felfrissítheted magad. Majd máskor. Milyen volt a napod? A Charlie és Jimmy egymás torkának esett a garson számla miatt. Mr. Hench-nek le kellett állítania az egészet. Aztán hazafelé az úton mérföldes sorokban álltak a kocsik a dugóban. Aztán arra értem haza, hogy Sparky az új papucsomat rágcsálja. Hát a te napod? Történt ma valami érdekes a szörnyű bűnügyek világában? Nem. Megszokott nap. Az Isten az ebéd idejében teremthette ezt az országot. Muszáj nem buckára ráhajtanod? Akarja, hogy vezessek? Ne aggódjon értem, őrmester. Tipikus női válasz. Őrmester, ha nem tévedek, most léptünk Mexikó területére. Hát ez nagyon valószínű, százados. Mi a fene ez? Valamilyen invázió? Mint egy különleges hadművelet katonai tanácsadója, nem mondhatok semmit. Adja ezt, miért nem mondja el nekem valaki, mit csinálunk itt? Miért kell ezt a micsodát Mexikóba szállítani? Csak egy rutinszerű kiképzési gyakorlat. Úgy gondolja, hogy ezt elhiszem? Nem. Maga tudja, hogy ezt a szállítmány tengerészgyalogosoknak kellene kísérni. Csak kövesse a kiadott parancsot, százados. Igen, uram. Üdvözlet Mexikóban, barátaim! Most mi lesz? Kérem, szálljanak ki! És adják át a fegyvereiket! Különben megölöm magukat! Hajd le! A francba! Ellenség! Én nem tenném ezt! No!
Lehet, hogy a golyó nem sebez meg. De a szerelem igen. Így van. Ki az? Tudom, hogy a 45-ösével éppen az ajtóra céloz McBain. Legyen egy szíveséget is, ne lövöldözzön! Mit akar tőlem, Blackburn? Beszélnem kell magával. A kormánynak szüksége van magával. Ez meg! Sok dolgom van. Hé! Engedjen be minket, különben elintézze magát a hadbíróság helyett, amit megúszott 5 évvel maga ezelőtt. Maga a Starpli! Igen, én! Jól vagy, Mike? Semmi bajom. Csak meg kell szabadulnom ezektől a férgektől. Itt vannak még? Nagyon vicces. Gyerünk, nyissa ki az ajtót. Engedjen be meg Bén. Rémes álmom volt. Azt hiszem, nem ért véget. Hogy van meg Bén? Jól voltam mostanáig. Vegyen egy szivart. Abba hagytam. Pontosan akkor, amikor magukat ott hagytam. Igen, mi küldtük el magát McBain.
miután Benzont úgy elintézte. Nem az én hibám volt, ezt jól tudják. Borítsunk fájtlat a múltra. Barátként jöttünk ide. Remek. Kösz, hogy beugrottak. Talán legközelebb tovább tudnak maradni. McBain nem is figyel rám. Szükségünk van magára. Újra aktívan dolgozhat nekünk. Maga sem figyel rám. Végeztem magukkal. Elegem van. Azt remesgetik, hogy újra megvizsgálják a Benzon ügyet. Kellemetlen. Zsarolni próbálna? Nem ad más lehetőséget. Ugyan McBain, egy küldetés is elfelejtjük az egész ügyet. Benzon soha nem létezett. Az aktát tűzbe dobjuk. Tisztességes polgárként élhet, amíg csak akar. Ugyanezt ígérték nekem 5 évvel ezelőtt. Ég még a tűz, amiben be akarták dobni azt az aktát. Hogy ne égne? Nézze, Mike, tegyen egy szívességet. Öltözön és jöjjön velünk a városba. A városba? Ez az én formám. Tengerészgyalogság kellett volna. Kitűnő munka, Pantaro százados. Örömömre szolgált, Kárti Fezredes. No csak, mit is fogtunk a mai zsákmánnyal? Egy tisztet az Egyesült Államok hadseregéből. A bohócaival kicsit messze jött Tripoli partjától. Ó, nem is olyan messze, mint hinné. Bárki is maga, a helyében inkább visszamennék a fára. Az én országomban egy asszony, tisztelettudó. Figyeljen, seggfej! Ha még egyszer hozzám ér, ez lesz az utolsó emléke az életben. Szóval, hol az a rejtélyes férfi? Jézus Isten! McBain százados. Régen láttam. Galló tábornok. Hallottam, vett egy farmot. Nem, engem is visszavettek, úgy, mint magát. Üljön le, százados. A rohadt élet. Mi ez a játékszer? Az MBT-90 mennykőcsapásnak nevezett gép bármilyen terepen használható támadójármű, különösen felkelések elleni hadműveletekben. A páncélzata olyan új ötvözetekből készült, ami bárminek ellenáll, géppuskától kezdve a földlevegő rakéta lövedékekig, tökéletesen golyóálló. Olyan, mint maga. Remek. Szóval én mire kellek maguknak?
Tegnap körülbelül 9:35-kor a járművet szállító konvojt a mexikói határ mellett megtámadt egy jelentősnek mondható kommunista szellemű gerillából álló alakulat. Gyorsak voltak a fiúk. A maga feladata megtalálni a járművet és visszahozni nekünk a személyi állomány azon tagjaival, akiket ki tud szabadítani. Nagy szívük van, fiúk. Ez a küldetésben résztvevők nevének listája. A fenébe is. Nézze meg, ismer-e valakit közülük megbén? De van. Átkozottak. Miért nem mondták, hogy ő is benne van? Úgy gondoltuk, ez felbosszantaná magát. Őt is felbosszantotta volna. Persze, csak azután, hogy megölte Benzit. Ő hol van? A titkos szolgálat megerősítette, hogy a 80 fős ellenséges alakulat elfoglalt egy kis hegyet. 80 az egyhez. Semmi probléma. A mennykőcsapás ugyanakkor önpusztító mechanizmussal van ellátva. Sajnos azonban ahhoz, hogy működésbe lépjen, egy mérföldes körzetből kell jelet adni. Ha úgy érzi, a helyzet megköveteli, robbantsa fel. De ha lehet, inkább hozza ki. 24 órát kap, hogy elolvassa meg Bén. Elolvassa? Felemelni sem tudom. Mondja meg, Bén, ért ez a nő ennyit? Igen, ért ennyit. Maravilla. Yo quiero ir ahí. Ve, sube, sube. Quiero entrar ahí. Viccesnek talál valamit? Shepard százados. Igen. Az arcát. Tanuljon tiszteleted, asszony, különben a maga arca is vicces lesz. Megmondtam, ha még egyszer hozzám... Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Generalissimo Maximiliano Brogado. A népi felszabadító hadsereg vezére. Nem hallottam ilyesmiről. Lehet kedves, de fog. Hamarabb, mint gondolná. Ezt megígérem. Úgy tűnik, a gépüknek eléggé kellemetlen modora van. Mint egy gyönyörű nőnek. Mindent a szemnek, semmit a kéznek. Talán előbb hívja meg vacsorára. Pantaro! Ne! Egy vicc, egy élet. Akar még valami vicceset mondani, százados? Nos, uraim. Most elmondják, hogy kell hatástalanítani a gép védelmi mechanizmusát. Attól tartok, ez lehetetlen. Vagy megmondják, vagy meghalnak. Akkor öljenek meg. Pantaro! Ne! Ő nem tudhat erről. Én maradtam egyedül, akit erre kiképeztek. Maga? Ha nem ölik meg, megmutatom. Csak ne öljenek meg senki mást. Ah!
Allah nevében, ezért megölöm. Az emberem megölte az utolsó technikust, aki tudta a helyes irányítókódokat. Gyűlölöm az olyan nőket, mint maga. Biztos, hogy ez az a hely? Gyere! Semmiben nem vagyok biztos. Que se duerman. Levántalo. Animales. Oye, pendejo. ¡Ey! ¡Óyeme! Aquí no se puede dormir. Isten hozta a templomunkban. Már ami maradt belőle. Mióta van maga itt? Nem tudom. Nem tudtam követni az időt. 6 hete, atyám. Azt hiszem. Ez kellett nekünk. Egy bibliamúj és néhány apáca. Hogy boldogul? Letenni sem tudom. Tudja majd vezetni azt a masinát? Talán. Ha hozzáférhetek. Közeledünk már. Mi a terv? Hogy jutok le? Le fogjuk dobni magát. Ledobnak? Nem ugrottam, amióta... Ne aggódjon! Szépen fogjuk újra. Egyébként is. Csak kaktuszok vannak alatt.
Kaktusz! Elszállítom a gépüket egy biztonságosabb helyre, ahol a barátaink megvizsgálják majd. Maga pedig velem jön. Maga csak azt hiszi. Ő nem. Nincs más választása. Kérem, ezredes! Ezek az emberek éhesek és betegek. Isten nevében irgalmasszon! A maga istene nem az enyém. Bobby! Csak egy CIA és picli volt. A halál jutalom neki. Nominee Patrick, the video, spirit of Sanctus. Confide your Deo omnipotentum, Beata Maria Semper Virginae, Beata Michaeli Archangelum. Thank you, Father, the Petra Father. God, chica su madre. Vegis cabrones. Oye, tu, ven acá. Apúrate. Hola. Este pendejo. O a mí se entró muy bien esta noche, ¿eh? ¡Che cuero! ¡Ah, qué payo! ¡Baboso! ¿Esto? Pues muchos pesos, ¿eh? ¡Yes! Adiós. Vodka. Kaviár. Kedvesség a barátainktól. Kitalálhattam volna. A mennykőcsapást az oroszokhoz viszik. Kérem, százados, igyon. Az élet nem feltétlenül olyan nehéz. Úgy értem, ha végül is megegyezésre tudunk jutni. Én nem tálalok ki magának. Sekfej! Még mindig nem tanult tiszteletet. Tiszteletet? Magának? Ne nevettessen! Az én országomban egy asszony... Tudom, hogy úgy bánnak az asszonyokkal, mint a tevékkel, és fiatal fiúkat küldenek a halálba annak nevében, amit Isten helyett imádnak. Higgy el, senkit nem nyűgöz le. Gyalázat! Ah! Kurva! Gyere! Itt az alkalom, hogy lelőjön. Imádom, ha egy nő harcol. Ettől a győzelem még élvezetesebb. Engedelmeskedni fog. Vegye le a ruháját. Hallotta, asszony? Próbálkozzon a tevéjével! Isten segíts rajta! Ah!
Hermanó tizedes vagyok. Megtisztel, ha a golyófogónak szólíthatom McBain százados. Mondja a jelszót, és annak szólíthatom, ének akar. Mennykőcsapás. Tudja, kit kell keresnem? Igen. És örülök, hogy segíthetek magának. Egyedül jött? Milo, apúrate, muchacho, rápido! A fiú a faluban lakik. Megszökött a kommunistáktól. Ő fog segíteni nekünk. Vihetem a táskáját, szenyor? Nem, elbírom én is. Kösz. Most elviszük a faluba. De nagyon óvatosnak kell lennünk, mert mindenhol kommunisták vannak. Vezessenek, barátaim! Apúrate! Ernesto. Siéntate ahí. Póngale ahí. Levámonos. Devon. Semmi bajom. A rohadék. Ki maga? A játékvezető. Mi? A vadász szezonnak vége, seggfej. Ha sikerülne innen megszöknem, akkor átvághatnék ide, elterelve a figyelmüket. Akkor talán oda tudna jutni a járműhöz. Ez öngyilkosság. Ráadásul lehet, hogy nem is tudom vezetni. Meg kell próbálnunk valamit. Nem ülhetünk itt ölbetett kézzel, amíg úgy nem döntenek, hogy megölnek minket. És a bilincsek? Rendben. Próbáljuk meg. Vigyázzon! Miért? Mi az? Madre de Dios. Hol van Camilio? Camilio! Camilio! Madre de Dios. Rossz előérzetem van, szenyor. Szerintem tudják, hogy jövünk. Akkor ne várakoztassuk őket. Levántense, pinches gringos! Fájdalmas kötelességem tudatni magával, hogy holnap velem fog jönni Panescóba, és visszik a szupertankot is. Már alig várom. És velünk mit tervez? Maguk itt maradnak. Bíróság elé állnak, mint kémek. Ezredes, a fiam Camilio érdekes híreket hozott. Egy ilyen kitart errefelé. Nagyon furcsa neve van. Golyófogó századosnak nevezik. McBain? Látom, ismeri ezt az embert. És mi van, ha igen?
Miféle őrült akarat ide jönni? Ne aggódjon, ez csak egy ember. De olyan, akivel nem jó találkozni. Pantaro, szólj a tiszteknek, hogy az irodámban várom őket. Directamente como usted diga. Ya escucharon, muévanse. Most kiderül majd, mennyire golyóálló a maga barátja. Ez nem lesz könnyű feladat. Mit csinálunk most? Egyszerűbb lesz, ha egyedül megyek le. Ha elkezdődik a tűzijáték, vágjon át az ösvényen, és a templom mögött találkozunk. Vaya con Dios, amigo. Kösz. Mondja meg őszintén, őrmester. Ezt előre így tervezték? Parancsolták. Hát ez nagyszerű. És minket feláldoznak? Így van. Én vagyok a csali. Találgathat. Szóval így jutottak McBainhez. Ki ez a McBain? Egy férfi, akit valaha szerettem. Szóval, ön lenne a hírhedt golyófogó százados. Igen. És maga ki hernyó? Az ezredes, Adar Gardif. Most pedig hátráljon, seggfej ezredes. Különben már csak egy múzeum jelzi majd a robbanásait. Takarodjanak azonnal! Látja, foglyul ejtettük. Hülye! Ha nem lépek közben, nem segített volna a maga drága alakja! Tábornok! Tábornok! Három emberünket holtan találtuk, és elfogtuk a Yankee barátját. Egy mexikói szövetségi rendőrt. Ez
megölte három jó katonámat! Matekból még fejlődnie kell. Egyébként jól beszéli a nyelvünket, nehéz fejű. Pero! Mata ese cobarde traidor, federal mexicano, puerco! Para que este gringo se dé cuenta de lo que somos! Kavadék szemét! Javult a kiejtésem, Jenki? Nézzük, mennyire golyófogó maga. McBain? Nem hittem, hogy érdeklődsz. Nem is. Azt hittem, már nem foglalkozol velem. Ezt az egyet. Jól hitted. Miért nevezik golyófogónak? Mert szerencséje volt. Eddig. A tengerészgyalogság, a delta alakulat, az erősítés. Otthon tévét néznek. Ismerhetsz, egy személyes öngyilkos század vagyok. Ennyi elég, Pantaro. Úgy látszik, ez a McBain mégiscsak kihozza magából az asszonyt. Nem akarom, hogy megöljék. Talán elhalasztjuk a kivégzését. Ha meggondolja magát és közli, hogy működik a szupertank. Fontolóra veszem. Ha kioldják a köteleit. Nem. Attól tartok, McBain százados, ott marad, ahol van. És most jöjjön velem, kérem. A belépésgátló rendszert hatástalanítottam. Menjen be és nézze meg! Miért nem működik? Szükség lenne az irányító kódokra. Maga tudja ezeket? Mondja meg! Először beszélni akarok McBain-nel. Egy percet kap. Van ötleted? Kétségbe esett ötlet. Szentimentális nő. Láttam valakit, aki érdekes.
Fogd be a szád és nézd lefelé. Kihúzom a drótot és leejtem. Mi a célod ezzel? Vagy felrobbansz te is, vagy szépen legurulsz innen. Ez jól hangzik. Sok szerencsét, Frank. Kösz. Ide vezet a nők iránti gyengesége. Elveszítettük a Yankee nyomát a folyónál. Megszökött. Nem bírja sokáig abban a sivatagban. A maga emberei igen. Így van? Hozza a nőt. Azonnal indulunk. Nagy baléba kevertem mindenkit. Devon! Vigyázzon! Fel a fejjel, katona. Kilométerre nyugatra vagyunk az állásaitól. 2 óra múlva elérjük a tengert. A teherszállító hajó a part mellett horgonyzik. A kommandósaim és én ott várjuk majd magukat. Спасибо. До свидания. Most már nem állíthatnak meg.
Egész jó csapat vagyunk. Hé, semmi baj! Semmi baj! Jó. Tudod, ez a golyóálló játék kicsit már unalmas. Ide. Ez csak egy kis golyó. Még mindig gyűjtöd ezeket? Igen. Ez itt a 39. igazi világcsúcs. Gratulálok hozzá. Döntöttem a dologról. Nincs szükség tárgyalásra. Gyújtsák fel a templomot! Lo que usted diga, mi general. Teljesen megzavarnak ezek a számok és ezek a jelek. Nem tudok rájönni a belépési kódra. Rá kell jönnünk, hogy indítsuk be a támadó rendszert. Hadd gondoljam végig. Bože môj. Karti felvtárs. Valaki állítsa meg. Kit, Kartif? Az amerikait. Azt, akit golyófogónak hív. McBaint? Igen. Megtámadott minket. Elvitte a gépet. Kartif. Engedte, hogy egyetlen ember elvigye a prototípust. Maga szánalmas bolond. Jobb, ha szerzünk egy helikoptert. Meg kell állítani a Yankee-t. Gatboin, major. Büszréje! A fenébe. Nem tudod, melyik hozza működésbe a golyószórót? Próbáld meg a harmadik sorban a táblakapcsolót. Ne fordulj vissza! Oké, és most? Próbáld meg a negyedik sort. Megállítani a tankot. Nem te vagy a műszaki zseni? Majd kitalálod? Nézzük. Uram, kaphatnék egy kis tüzet? Ez benzin. Elevenen elégetnek minket, őrmester. Tábornok! Tábornok! Miráló, szinyor! Miráló! Ott a mennykőcsapás! Ez hogy lehet?
Most vagy soha. Nézzük, mit tud ez a játékautó. Jó. Gyerünk. Azt hiszem, beválik. Ez az! Maga!
Nézzük, hol az az idióta tábornok. Nézzük meg az infravörössel. Ó, ott van már. Adiós, amigo! Ez egy MiG-24-es orosz vadászgép. A felébe! Az érzékelő egységeit. Jobb, mint a semmi. Az érzékelők elromlottak. Az emelő szerkezet is tönkrement a támadásban. Várj egy kicsit, van egy ötletem. Kapjuk el azt a szemetet. Elmegyek a foglyokért. Mindjárt jövök. Jó. Gyorsan, gyorsan. Be. Ti rohadékok! Azonnal a tankból! Különben felrobbantom! Asszony, szálljon ki azonnal!
Lakatárjú vász, kapitán. Suda. Suda, ka mne. Megbén. Emlékszik rám. Cseréljük a nőt a gépért. Ne! Öld meg, Megbén! Megegyeztünk? Csak egy probléma van. Probléma? U minha jest problema? Hazudik! Mit szólnál, ha téged is hazavinnélek? Hello! Hoztak valamit Mexikóból? Ó, nem, haver! Csak egy kicsit kocsikáztunk. Igen, haver! Nincsen semmi nálunk. Hello, hoz valamit Mexikóból? Ó, hát igen. Itt jön mögöttem.